Nagyon nehéz volt ez a döntő. Az egész évben szerintem jól dolgoztunk, és tényleg ez a megkoronázása ennek az évnek. Nagyon boldog vagyok, mert amit elterveztünk, azt megcsináltuk, és tényleg hát megnyertük a bajnokságot. Egy bajnokságot megnyerni bármilyen ligában szerintem az egy nagy dolog, és az egy nagy teljesítmény. Szerinted itt a ma esti meccsen mi döntött? Hogy tudtuk visszahozni a végjátékot, úgyhogy hátrányban voltunk? Jól láthatóan nem mentek úgy a támadások, három emberünk kipontozódott a végjátékra. Honnan volt még erőtök? Hát igen, volt a negyedik negyed, főleg negyedik negyed közepén, amikor elment a Tiszaújváros 5-6 ponta. Szerintem nagyon sokat számított az, hogy tudtuk kontrollálni a támadásaikat, nem engedtük, hogy üres hármasokat dobjanak, ezzel kikényszerítve, hogy kiadják a támadás a dobásaikat. Szerintem védekezés volt az, ami döntött itt a végén. Hát szerintem mi sokkal jobban akartuk a végén. Nagyon jól sikerült ez az utolsó pár védekezés szerencsére. A dobások bementek. A Szöszi szerencsére a végén nagyon belejött a dobás. Szöszi nagyon belejött a dobásba, úgyhogy ez döntött. És az egész évi munkának. Szerintem ez most így kijött, hogy egész évben dolgoztunk érte, ezt szerette volna mindenki a szezon elejétől kezdve, úgyhogy büszke vagyok a csapatra. Köszönjük szépen a szurkolást mindenkinek, aki... Már kaptam, köszi! Hogy érted meg az utolsó perceket a kispadról, ugye kipontozódva? Hát sajnos kipontozódtam, de a kispadról is nagyon izgultam. És igyekeztem bíztatni a többieket. Én úgy éreztem, hogy az utolsó 2-3 percben se adtuk fel, és nyomtuk, ameddig csak ketyegett az óra. Most nekünk volt szerencsénk, tényleg nagyon sokáig a Tiszaújvárosnak állt a zászló. Úgy érzem, hogy megérdemelten nyertük meg a bajnokságot, hiszen most a Tiszaújváros sikerült 5-ször is legyőzni, ha az egész szezon nézzük. Ez egy nagyon kiélezett találkozó volt. Remélem mindenki jól szórakozott, aki kijött ma. Szerintem meg kell gratulálni az ellenfelnek, és nem csak ezen a meccsen megmutatták, hogy ők voltak az igazi ellenfelek nekünk. És tényleg egy jó csapatról van szó. De azt gondolom, hogy minden 5 meccset, amit nyertünk, és viszonylag fiatalabb csapatról van szó, mi mindegyiket nyertünk a végjátékban. Úgyhogy az is valamit mond rólunk, a csapatunkról. Gép a világon, a legnagyobb gép, mindent kibír. Megállíthatatlan. Mind a két csapat küzdött, 100%-ot kiadott magából, ahogy csak bírta. Úgy érzem, hogy egy kicsit szerencsénk is volt a végén. Mind a két csapat nagyon elfáradt. Tényleg ez a szívdiadala volt. Köszönjük szépen a szurkolóknak, hogy ennyien eljöttek, bíztattak minket. Gratulálok a Tiszaújvárosnak, és nagyon jó csapatuk volt. Úgy érzem, hogy 3 nagyon kemény mérkőzést játszottunk. Megizzadtunk nagyon, de örülünk, és megyünk tovább. Hát nyilván a döntőre mind a kettő csapat fáradt volt, de úgy gondolom, hogy minden mérkőzés egy kiki meccs lett igazából. Mindenki utolsó vérig ment, szó szerint igazából. És én úgy gondolom és úgy érzem, hogy az a munka, amit mi beletettünk ebbe az évbe, az a rengeteg mennyiségű edzés és az a komoly terhelés, amit lehoztunk az évben, az tudott elhozni minket idáig, és ez visszaköszönt itt a végén, hogy bírtuk még az utolsó utáni percig is, és ezt rengetegszer megbeszéltük, hogy 40 percig tart egy meccs, akármilyen hullámvölgyek vannak benne, megmutattuk, hogy karaktere van a csapatnak, és a végén meg tudja nyerni a meccseit. Fehérvári edzőként mit jelent számodra, hogy itt az akadémián egy bajnoki címet ünnepelhettél? Hát igazából mindent. Én nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy a felnőtt csapatnál lehettem, mint segítő. Sajnos nem tudtam mindig itt lenni, de mindig tártkarokkal várt mindenki, és azt gondolom, hogy egy igazi csapatnak lehettem a része. Fehérváriként, DKK nevelésként mit jelent számodra ez az aranyérem? Hát nagyon örülök neki. Nagyon boldog vagyok, hogy bajnokok tudtunk lenni. És szerintem mindenki így van vele a csapatból, ha Fehérvári, ha nem. Nekem ez rengeteget jelent, mert sikerült már U20-at is nyernem, meg A csoportot is. Most ez kicsit más érzéseket vált ki belőlem a tavalyi nagyon komoly sérülés után, azért kicsit megható, hogy most itt állhatok. És nagyon, nagyon örülök neki. Nem fogsz elhinni, de nekem ez ugyanúgy, mint a másik bajnoki címet. Nagyon örülök. És
Az elsősorban szeretnék gratulálni a csapatának, mert nagyon megérdemeltek. Nem csak a mai meccs miatt, hanem az egész szezon miatt. Aztán a Matifunak, Cornellnak, sok dolgozónak, akik itt tényleg nagyon lelkesen dolgoznak, és tényleg nagyon jó érzés. De mondom, az elsősorban ez az egész a játékosoknak köszönhető. Hát nekem így, én már több mint 10 éve vagyok az akadémiánál, minden korosztályban játszottam, és így szerintem nekem még többet jelent, hogy folyamatosan itt, és én kitartottam mindig a csapat mellett. Simivel együtt mi végig edzettünk 10 évet egy csapatban, és szerintem minden megérte így, hogy nekünk ez a kettőnknek ez az első bajnoki címünk, úgyhogy én még nem tudom elhinni őszintén, meg egy kicsit tudatosulnia kell, de nagyon boldog vagyok, és mindenki boldog a csapatban, úgyhogy és nagyon jó hangulatot, köszönjük szépen mindenkinek, és nem is gondoltam volna, hogy egyszer egy mondhatom teltháznak szerintem ebbe a csarnokba, úgyhogy nagyon jó volt. Nagyon boldog vagyunk. A szezon elején azért jöttél ide kimondva, mert szerettél volna még kosárlabdázni, és gyakorlatilag az egész szezonban úgy éreztük kívülről, hogy te nagyon is szeretsz még játszani. Ez így van, hát játszani szeretek. Sokszor már azt érzem, hogy nehéz, főleg a testemnek, de úgy voltam vele, hogy most igazából itt az utolsó mérkőzésen mindent bele kell adni, mindegy, hogy mi történik, de meg kell nyerni ezt a meccset. Megbeszéltünk a fiúkkal, hogy ne játszunk már többet, és ez volt a lényeg, mert nekem az unokám jön holnap, és a következő 4-5 napot vele foglalkozom, amit nagy öröm. Nem, ez csak egy kis... Mellékes. Igen. Azt gondolom, hogy itt azt számított, hogy a srácok bármilyen külső tényezővel meg tudtak küzdeni bármilyen pillanatban, és mindig bármilyen nehéz volt, eljöttek edzésre és küzdöttek, főleg egymásért, meg nyilván a DKK a nevéért és a szurkolókért, és én azt gondolom, hogy ez a végén kifizetődött, annak ellenére, hogy a Tiszaújváros nagyon nagyot küzdött, és nagyon nagyot mentek ellenünk. Szerencsére ki tudtunk jönni az egylabdás meccsekből jobban, úgyhogy nyilván ehhez kellettek olyan tapasztalt játékosok, mint például a Szuszi vagy a Tóth Péter, úgyhogy szerencsések vagyunk, hogy a csapatba tudhattuk őket. Hát igazából ugye tavalyi év volt az első, hogy az akadémia tudott indulni a zöld csoportban, az egy tanuló év volt, én úgy gondolom. Fel tudtam érni a vezetőség is és a játékosok is, hogy tényleg azért ez a zöld csoport sem amatőr ligának minősül. Az egy tanuló év volt, és én úgy gondolom, hogy idénre összetudott rakni a vezetőség egy olyan csapatot, amely én úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelte azt, hogy megnyeri ezt a zöld csoportot. Végül mutasd meg az érmedet a kamerának. Köszönöm szépen! Jaj, belaraptam!